csak pár pillanat és kezdődik a TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... A KKI szakértője Szabó Barnabás, és ha őt látjuk, akkor mindjárt arra gondolnak, hogy biztos Londonba repülünk. Nem, Spanyolországba repülünk. Szia, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Mi történik azon kívül, hogy a király szeretné már, ha lenne egy kormánya neki, illetve az országnak egy kormánya? Biztos az ország többi része is szeretné. Ugye az történt, hogy ma volt arra a határidő, hogy Pedro Sánchez, vagy bárki más tulajdonképpen, parlamenti többséget tudjon maga mögé állítani ennek érdekében. Ehhez képest az uralkodó már a múlt héten arról tájékoztatta a képviselőházat, hogy nem fog senkit jelölni az úgynevezett investitúra szavazásra, tehát nincs kormányfő jelöltje. A pártokkal való konzultáció után arra jutott ugyanis, hogy nincsen senki mögött parlamenti többség, aki számíthatna arra, hogy megválasztják, és ezért ugye újabb választások lesznek Spanyolországban, november 10-ére tűzték ezt ki. Ezt már Pedro Sánchez ugye ezután be is jelentette, és a pártok gyakorlatilag elkezdték. Ez idén ez hányadik választás? Idén még csak a második, legalábbis a törvényhozási választások közül, de azért az elmúlt 4 évben ez már a 4. általános választás, a jó számon. Ha kezdenek a spanyolok is olyan vannak lenni, mint az olaszok, nem? Igen, bár még mindig nem jutottunk ezt, a 19. században körülbelül minden második napra jutott egy választás, hogyha átlagban nézzük, tehát ott még nem tartunk, de... Mi várható? Tehát az egyik választás, ugye Izraelben is éppen szeretné az elnök megbízni valamelyik párt elnökét, hogy alakítson kormányt, valamelyik tömörülést, de hát ott Téko, illetve senki mögött nem állnak annyian, tehát ott is folyik, lehet, hogy lesz harmadik forduló. Mi változik két választások között a választókkal? Hogy azt mondják, hogy oké, csak legyen már valami, és akkor inkább átszavaznak valakire? Az a kérdés, hogy Pedro Sáncheznek ez mennyire volt a stratégiájának a része, hogy ez megtörténjen. Hajlok arra, hogy azt mondjam, hogy legalábbis egy ideje már igen. Ugye mind a két nagy párt, a szocialisták is, akik most az ügyvezető kormányt viszik, és a néppárt is érdekelt lett abban, hogy egy új választáson megpróbáljon a saját ideológiai tér felén játszó kisebb pártokba egy kicsit belerúgni, vagy egy kicsit lejjebb faragni az ő számunkat. Ugye most, ami a szocialista párttal történt, az az volt, hogy miután ugye sem az április 28-i törvényhozási választásokon, sem az utána következő májusi EP választásokon, illetve helyhatósági választásokon nem szerepeltek túl jól, a szocialisták azt mondták, hogy hát akkor a Podemos egy kicsit vegyen vissza a követeléséből, nem voltak hajlandók abba belemenni, hogy rendes koalíciós kormány legyen, ugye csak így lehetett volna igazából kormányt alakítani. Azt mondták, hogy a Podemos lépjen hátrébb, és alakítson ki egy közös programot, amit viszont egy tisztán PSOE, tehát szocialista kormány fog megvalósítani. Ebbe hát valamennyire érthető módon a Podemos nem ment bele, ők azt mondták, hogy hát ha kell a támogatásunk, akkor legalább egy-két miniszteri tárcát is szeretnénk, hogy garantáljuk, hogy a mi programunk megvalósításra kerül. Ugye Pedro Sánchez végigvitte azt a vonat, hogy nem ettől elzárkózott, tehát hogyha az ő stratégiája működik, akkor a választókat talán abba az irányba próbálja elvinni, hogy ők az igazi baloldali párt, tehát a baloldali választók szavazzanak rájuk, és akkor lesz egy stabil kormánytöbbség. Most érdekes módon hasonló dolog történt, ugye a jobb oldalon is, a néppárt az szintén nem tudott volna most szinte semmilyen konfigurációban kormányt alakítani, mert a három nagyobb parlamentbe jutott jobb oldali párt együttesen sem ért el a mandátumok felét, úgyhogy neki is érdekelt, hogy a Ciudadanost és akár a Voxot, vagy a szélsőjobbos formációt kijebb szorítsa a parlamentből. Tehát lehet, hogy nekik nem volt nagyon ellenére az, hogy az uralkodó végül nem javasolt egy újabb szavazást. És hát ugye ott vannak a kisebb pártok, a Podemos a bal oldalról, illetve a Ciudadanos a jobb oldalról, akik szépen beleették magukat, a szabad így fogalmazom, az elmúlt években a nagyobb, jobb és baloldali pártoknak a szavazó bázisába. Most meglátjuk, hogy ebből hogyan sikerül kijönni. Egyébként egyáltalán nem garantált a siker Pedro Sánchez számára, tehát könnyen lehet, hogy a választók vagy kifejezetten megbüntetik őt azért, hogy hát mégsem sikerült kormányt alakítani, tehát mondhatnánk azt, hogy ennek mint ügyvezető miniszterelnök és mint a nagyobbik potenciális koalíciós pártelnöke, ő volt mégiscsak a fő felelőse. Az is lehet egyébként, hogy a baloldali szavazók úgy gondolják, hogy
kevésbé lesznek szívesek elmenni, mondjuk szavazni, hiszen már nemrég voltak, akkor se, most se jól sült el, és akkor lehet, hogy ez a jobb oldalnak kerül ez a mozgósítás szempontjából. Hogy vannak a katalánok ez időtájt? Katalánok hát nagyszerűen vannak, őket továbbra is egy kicsit macerálja a spanyol igazságszolgáltatás. Ugye éppen leszámítva azokat az ügyeket, amik már régóta folyamatban vannak, ugye a különböző katalán vezetők előzetes letartóztatásban, illetve külföldi számüzetésben című hát, ez napjaiban olyan ciki, hogy külföldi számüzetésben ez az előző száz évet, a múlt századot jutatja eszünkbe, nem? Abszolút. Különben a katalán politikai pártok erre abból a szempontból rá is játszanak, hogy hát ezt ébren is tartják, hogy ne felejtsük el, hogy ez nem egészen 21. századi európai megoldás kellene, hogy legyen. A spanyol igazságszolgáltatás és a spanyol politika viszont nagyon ügyetlen ezzel kapcsolatban, tehát nem veszik észre, hogy ez, hogy úgy mondjam, PR szempontból nem túl jó az országnak. És hát a nagyon forramúci helyzetek állnak elő, amikor például a kongresszusba jutott, az alsóházba jutott katalán függetlenségpárti baloldali pártnak az elnöke, aki listavezető vezető volt, ugye megengedték, hogy átvegye a mandátumát, majd gyakorlatilag visszaküldték vele a börtönbe, tehát gyakorolni ugye nem gyakorolhatja. De ez nem ad neki egy mentességet? Ez volt ugye ennek az ezzel kapcsolatos pernek, vagy jogi megközelítésnek az alapja, de hát a spanyol igazságszolgáltatás úgy döntött, hogy nem. Illetve gyakorlatilag elvárta a képviselőháztól magától, hogy adja át neki a mandátumot, de gyakorlatilag akadályozza is meg ennek a használatában. Tehát az Európai nagyon Unió mit szólna, ha például egy másik tagállamba valaki átvenné a mandátumot, és ugyanakkor börtönbe csuknák? Az Európai Unió ehhez egyelőre azt szólta, hiszen az európai parlamenti választásokon fordult elő ugyanez. Ugye ugyanez az ember, akiről most szó volt, Uriol Junqueras, aki a katalán ERC-nek az elnöke, ő aztán indult az európai parlamenti választásokon is, és az történt, hogy azokat a Spanyolországból delegált képviselőket, akik ugye nem tudták átvenni a saját országuk alkotmány szabályai szerint a képviselői mandátumunkat, ami azt jelentette volna, hogy ennek a bizonyos Junqueras úrnak, vagy például a Brüsszel környékén kére menekült egykori katalán elnöknek, Carles Puigdemontnak, el kellett volna menni Madridba, és a királytól átvenni ezt a megbízatást. Akik ezt nem tették meg, ők úgymond nem váltak az Európai Parlament képviselőivé, tehát az Európai Parlament azzal védekezett, hogy megválasztották őket a választók, majd egy adminisztratív okkal nem kerülhettek mégis Brüsszelbe. Gyakorlatilag, igen, ugye az Európai Parlament itt úgy védte le magát, hogy a szabály szerint az európai parlamenti képviselőknek is a saját országuk jogszabályai alapján kell felvenniük a mandátumukat, tehát amíg ez nem történik meg, addig ők ugye jogilag nem számítanak erre. Tehát akkor hetes cikkely nem lesz a spanyolok ellen. Hát az nem lesz, úgy tűnik. Értem. Mit tettek volna velünk, hogyha ilyen történt volna nálunk? Na, nem akarom a belpolitikába belevinni, a túlélés, az a külpolitika. Hogy éli ezt az egészet meg a király? Ugye Anglia esetében állandóan a királynővel foglalkozunk. Monarchia, de azért valami különbség csak van a két uralkodó ház között. Így van, sőt az uralkodónak a politikai életben elfogadt szerepében is, hiszen a brit monarchiánál ugye megszoktuk, hogy arról beszélgettünk itt, hogy fogalmunk sincs igaza, hogy mit gondol a király, nagyon gondosan ügyel általában arra, hogy ez senki semmilyen módon az ő belügye legyen. A spanyol király nem ennyire finom szokott erre ügyelni, természetesen neki is függetlenséget kell mutatni a pártok felé, vagy az egyes autonóm tartományok irányába. Viszont, hogyha visszagondolunk például korábbi karácsonyi üzeneteire, amikor hát eléggé nehezen félreérthető módon elítélte például a katalóniai fejleményeket, a katalán népszavazást, vagy most is, amikor nem várta meg, hogy lejárjon ez a határidő a kormány alakítása, hanem azt mondta, hogy hát gyerekek, hogyha nincsen jelölt, akkor ezt fejezzük be, én nem teljesítek senkit a képviselőház elé, új választások lesznek. Tehát kicsit azért határozottabb a kiállás, nyilván ez is egy alkotmány által szabályozott szerepkör, de azért nem látom annyira visszafogottnak, mint mondjuk akkor második lesznek kérdő választások még karácsony előtt, vagy az újabb karácsonyi beszéd befolyásolni fogja
választások kimenetét. Elvileg nem, hiszen ha november 10-én kellene lebonyolítani ezeket a választásokat, hogy azután lesz még egy, talán arra nem lesz már idő, de egyelőre úgy tűnik, hogy november 10-én újra kell szavazni. Egy ilyen átmeneti kormánynak milyen hatásköre van? Tehát az ország azért nem bénul meg. Nem, egyáltalán nem az átmeneti kormánynak, illetve ügyvezető kormánynak Spanyolországban nem különösebben csorbított a hatásköre. Ugye, ilyenkor ugye az szokott a probléma lenni, hogyha nincs emögött parlamenti többség, akkor nem ment ugye új költségvetést átvinni, és ilyenkor az előző év költségvetési számai élnek tovább, de meg nem bénul az ország, tehát lehet törvényeket ettől meg elfogadni. A PSOE arra egyébként külön hangsúlyt is helyez most a most kezdődő kampányban, hogy ők, mint ügyvezető kormány, és mint ugye hát pártként masszív kisebbségben lévő kormány, azért számos jogszabályt átvittek addig is a parlamenten, amíg... A legjobb példa erre az olasz átmeneti kormányok, akik a legjobban kormányozták Olaszországot. Hát így van, vagy úgy emlékszem, hogy Belgiumnak is ilyen 530 napig volt, hogy nem volt kormány, és akkor voltak a legedélyketettebbek talán a belga választópolgárok ezzel, de nem, én ebben nem mennék be, hogy ez mit jelent pontosan. Hát most meglátjuk, hogy a Közel-Keleten ez hogy folyik, mert ugye ott is átmeneti kormányok vannak. A katalánokat mi fűti, milyen reményük van, mondjuk, hogy lezajlanak a következő választások, másképp fognak hozzájuk állni? Nem hiszem. Ugye, amit eddig láttunk, az az, hogy amikor ez inkább Pedro Sánchez-en múlt, illetve amikor Pedro Sánchez volt már a spanyol miniszterelnök, akkor valamivel konstruktívabb, tehát valamivel közeledőbb hangulatban, egyáltalán tudtak tárgyalni egymással a felek, tehát ez újdonság volt ahhoz képest, hogy korábban a néppárti Mariano Rajoy kormány alatt egy ponton túl egyszerűen le sem ültek egymással a spanyol és a katalán kormányvezetői. Pedro Sánchez-szel leültek, de ugye Pedro Sánchez-nek meg ezzel párhuzamosan egyfajta keménységet is kell mutatni, hogy tulajdonképpen itt nem enged semmiféle alkotmány ellenes törekvésnek. Ő megpróbálta talán, vagy a PSOE megpróbálta talán egy kicsit hát ilyen oldalirányból becsempészni, visszacsempészni ezt a régi szocialista javaslatot, hogy Spanyolországban valójában az alkotmányt kellene valahogy átalakítani, egyfajta föderatív struktúrával, hiszen most nem az. Ugye az a kérdés, hogy a katalán politika vissza tudna eltérni ehhez a mederhez, hiszen ebből ezt már igazából túlhaladták, és ugye maguk a nacionalista katalán pártok, jobb vagy baloldaliak is kifejezetten a függetlenséget követelik, vagy legalábbis egy népszavazásnak a megtartását, bár ebben is megosztanak ugye a vélemények, hiszen a pártok egy része azt mondja, hogy ők nem akarnak új népszavazást, mert már volt egy népszavazás, és ők annak az eredményét szeretnék végrehajtani. Most akkor repülőre ülünk, és Spanyolországból visszatérünk Budapestre, az 5. kerületbe. Következő vendégünk Smuk Andor lesz, de mielőtt jönne Smuk Andor, elmondom a nézőknek, hogy Szabó Barnabás Spanyolország szakértő, a KKI munkatársa és szakértője volt stúdiónk vendége. Spanyolországra még a választások előtt visszatérünk, és mielőbb jöjjön hozzánk, hogy megnézzük azt is, hogy az angolok hova tartanak. Előzetesek, és már is jövünk vissza Smuk Andorral. Köszönöm, hogy rendelkezésre állt. Én is köszönöm.